Lézerharc, koncertek és extrém bemutatók a szabadban, vagy tóparti májusfaállítás. A népkerti majális és az állatkert is kínál szabadtéri programot a miskolciaknak a munkaünnepén. Május 1-én az üzletek zárva tartanak, és a parkolás sok helyen ingyenes lesz. A Csiribiri zenekarral a vidám hangulat mindig garantált. Így lesz ez május 1-én is, mikor az együttes a gyerekek kedvencével, Bobóval, az űrlénnyel együtt érkezik majd a népkertbe. Az extrém mutatványok kedvelőinek ismét itt lesz a Flip Unit Team, akik tavaly is emlékezetes produkcióval érkeztek Miskolcra. De lesz mazsorett parádé, táncbemutató, buborékfoci, és meg annyi program a család minden tagjának. A gyerekeket gólyalábas komédiások is szórakoztatják majd, valamint itt lesz a Galiba társulat is, akik a Ludas Matyi című vásári komédiát adják elő. A felnőtteket pedig Eperjesi Erika, Kriston Milán és Kincses Károly szórakoztatja majd nosztalgia és operettslágerekkel. Este 17:30-kor pedig a Miskolci Illés Emlékzenekar koncertje zárja majd a programot. Ahogy az év minden napján, úgy az állatkert május 1-én is várja a látogatókat. Ezen a napon nem csak a szurikáta csapat várja majd a finom falatokat. 5 kontinens, 120 állatfajának mintegy 700 egyedét lehet megtekinteni, miközben az állatkert gondozói egy igazán májusi programmal is készülnek. Május 1-én májusfaállításra készülünk a látogatók számára. 10 órától 14 óráig tudnak májusfát díszíteni. 14 órakor kerül a májusfa felállításra. A díszítés a vízi madarak tavánál fog történni. A megszokott etetések, állatetetések mellett találkozhatnak Subával, az uráli baglyunkkal is. A programok szervezését Miskolcon ingyenes parkolás teszi majd könnyebbé május 1-én. A felszíni parkolókban és a Régi Posta utcai parkolóházban nem kell fizetni. A turisztikai övezetekben viszont a munkaünnepén is díjköteles lesz a parkolás. A nagy bevásárlást még ma érdemes volt elintézni. Május 1-én ugyanis az üzletek és a piacok is zárva tartanak. Kivétel ez alól a benzinkutak és az éjjel-nappal nyitva tartó boltok.